vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Sinka László, mondhatom barátomat, talán ezen nem fogsz megsértődni, hiszen meglehetősen régóta ismerjük egymást, bár ez rajtad nem látszik, természetesen, hiszen kitűnő fizikai állapotban vagy, de hát ez gondolom a sportemberi múltadnak és jelenednek is köszönhető. Olvastam egy cikkben, hogy azt mondták rólad, hogy a Sinka nyugodtan bekerülhetne a Guinness rekordok könyvébe, hiszen három sportágnak is a főtitkára volt, lehetett, illetve van, sőt még elnök is voltál, de erre majd visszatérünk. És ez egyedülálló a magyar sportban. Én először úgy fogalmaztam volna, hogy te egy igazi Jolly Joker vagy tulajdonképpen. Ahol feladatot válasz, ott megpróbálod a maximumot teljesíteni. Ugye ifjúkorodban, ha jól tudom, kézilabdáztál, és ez volt az igazán nagy szerelem, de aztán mégiscsak eljutottál a röplabdához, labda-labda, igaz, hogy ott nem dobják, hanem inkább ütik, és ott is egy nagyon sikeres időszakot tudhatsz magad mögött. Ez pontosan mikor volt, és hogyan emlékszel vissza erre a röplabdás időszakra? A barátságot köszönöm, én is ugyanígy gondolom, mint ahogy te a bevezetőben elmondtad. Jó dolog ez, hogy mondjuk több mint három évtizede ismerjük egymást, és a viszonyunk is teljesen emberi és jó baráti inkább. Hát igen, ez most már így visszanézve elég régen kezdődött, egészen pontosan 30 éve. Talán ha napra nem is pontosan, de 30 évvel ezelőtt már több olyan megkeresést kaptam a Röplabda Szövetség részéről, hogy vállaljam a főtitkári funkciót, de még ilyen rostás időszak van, rostálós, és ezért menjek el a körútra egy meghallgatásra Szilas Ádám doktor irodájába, ahol is az akkori végrehajtó bizottság gyakran ülésezett, szinte 3-4 naponta, és hallgatták a jelölteket. És akkor kezdődött ez a dolog, és én eléggé a nyeretlen 2 évesnek éreztem magam, hiszen nem sokat tudtam erről a feladatról. Hát a sportból érkeztem, de akkor is az egy más minőség volt Szászhalombatta és Pest megye vonatkozásában. És egyszer csak jött egy éjszakai telefon, hogy Antal Péter Tibor is meghallgatott, aki egy hihetetlen nagy legenda volt, és az akkori nagyok, Holvai doktor, Kovács Kálmán, Kondorosi Ferenc, Halai László, Prohász Kalaci bácsi és a többiek, és azt mondták, hogy nekünk ő kellene rá gondolunk, aki abszolút neutrális a többiekhez képest. Hát minden nyeretlen 2 évesnek tulajdonképpen ezt kívánom, hogy győző nyeretlen 2 évesként, hiszen befutottál, és beülhetél a főtitkári székbe.
ami azért is érdekes, mert szerintem a nagy közönség viszonylag keveset tud erről a munkáról. Hát ennek a, egy kicsit amit a jéghegy, ugye, hogy a nem is tudom, 90%-a talán a felszín alatt zajlik, a küzdelmek is, az örömök azok, meg a nyilvános szereplések azok nyilván a felszínen, de ez nem egy, nem egy könnyű pálya a főtitkárkodás. Te hogyan látod? Hiszen itt emberekkel kell foglalkozni, itt organizálni kell, itt egy teljes sportágat kell, ha úgy tetszik, kézbe tartani, napi rendszerességgel nyomon követni, hogy egyáltalán mi történik, emberi konfliktusokat elsimogatni, békéltetni, nyugtatni, lelkesíteni. Aztán már mindent elmondtam helyetted, úgyhogy akkor most eljössz. Hát igen, egy különleges dolog, nem igazán tanítják sehol, és nem is tudják igazából. Még ott sem, ahol néhányan olyanok is oktatnak, akik már legalább részt vettek ebben a dologban, vagy legalább megérintette őket a szele. Rendkívül összetett a dolog. Egyfajta menedzseri szemléletre szükség van, amit akkor még nem így neveztünk a 80-as évek vége felé, de tényleg erről volt szó. Szervezni, organizálni fantasztikusan kötelező az embernek, nem kell, hanem kötelező. Az emberekkel bánni, ami általában borzasztó nehéz és rendkívül bonyolult. Ez alapfeltétel. Jó, az ember beszél egy-két nyelvet, vagy esetleg többet, hiszen nem csak hazai, hanem nemzetközi vetülete van a dolognak. Rengeteget kell menni az egyesületekhez, járni, beszélni a vezetőkkel, tárgyalni, egyeztetni, és ami már a 80-as évek végén elkezdődött, és ezt én nagyon-nagyon szeretem csinálni, az az, hogy a szövetség életét úgy jobbá tenni, és ezzel a sportolókét is, hogy rengeteg szponzort megpróbálni bevonni, először támogatókat, majd szponzorokat, különösen kiemelten a helyi önkormányzatokat, annak érdekében, hogy a szövetség gazdagodjon, és jobb lehetőségé legyen a válogatott sportolóknak a foglalkoztatására. Ez igaz a kicsikre, és ez igaz ugyanígy a felnőttekre. És a teljes vertikumot ennek érinteni kell. Megyei szövetségek vonatkozásába, anno a megyei sportigazgatóságok tekintetében, nem beszélve arról, hogy mindig nagyon fontos jó kapcsolatot ápolni a bennünket irányító szervekkel, így a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve a mindenkori állami irányítással, legyen ez akár minisztérium, vagy éppen államtitkárság, teljesen mindegy, de nagyon korrekt és napi kapcsolatot kell ápolni. Hát ez az egész így azért kevés 12-13 órába, 14-be pernek. Hát rá kell tenni egy-két órát, és igen, akkor talán igen. Sikerül. Mi volt a legnagyobb sikered a röplabdázóknál? Vagy a röplabdázóknak mi volt a legnagyobb sikere abban a időszakban? Akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert a legnagyobb siker az volt, hogy a Savarel kupát egészen elképesztő módon meg tudtuk rendezni. A női válogatottal az ezt megelőző Európa-bajnokságot kivéve sajnos én voltam az utolsó csapatvezető még Belgiumban 87-ben, utána sajnos nem sikerült kijutni, de mondjuk nagyon-nagyon tetszett, ahogy a férfi juniorokkal a Kántor Sanyi féle csapattal, majd Tomanócékkal dolgoztunk. 8-9 világverseny, világszintű eseményt tudtunk nekik produkálni ahhoz, hogy valami jöjjön a felnőtt szinten is. Kántor Sanyiból azért fantasztikusan nagy nevű és nagy ívű játékos lett. Örülök nagyon, hogy a Tomanóci Tibi meg a válogatott másodedzője lett néhány nappal ezelőtt. Az egy fantasztikus élmény volt a gyerekek között Müller Ferenc tanár úr edzőségével úgy dolgozni, hogy látható volt, hogy közülük sokan kijönnek, és valami lesz belőlük. A Savarel kupa pedig azért volt különleges, mert tényleg ide tudtuk hozni a világ krémjét. A röpibe az volt a legnagyobb, hogyha a brazilokat, mondjuk a kínaiakat, a kubaiakat, koreaiakat el tudtuk hozni, és egyszer vagy kétszer meg tudtuk azt csinálni, hogy 8 csapatos Savarel kupát a kicsi teremben és 30 000 dolláros pénzdíjjal, az ott a 90-es évek környékén elképzelhetetlen volt. Hát jókat kellett utána menni, volt olyan Savarel kupa, amikor 27-szer utaztam Szombathelyre előkészítő megbeszélésekre télen-tavasszal, és a Montreux-i kupával, a Montreux-i a svájci
legnagyobb versennyel, ami Európában zajlott, gyakorlatilag össze tudtuk fésülni. Ez azért jó dolog volt, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt sikerült megcsinálnunk. Hát én is azt hiszem, hogy a sportágnak jót tett, hogy gyakorlatilag a világ teljes élvonalát itt lehetett személyesen látni. Tátott szájjal néztük persze, hogy miket tudnak, miket művelnek. De hát aztán ugye ez is véget ért, és egyszer csak a Kézilabda Szövetség főtitkári székében találtad magad. Nem tudom, hogy ez mennyire volt váratlan, így kifelé. Te ezt tervezted? Vagy ez nem, egy, nem, vagy nem, ez nem egy, terveztem. Ez egy csillagóra volt, amikor igen. így történt. 92 ősz végén Vas Károly, akivel volt szerencsém még egy évet Százhalombattán kézilabdázni, aki azért egy őrületesen nagy klasszis volt. Egy termetre is, és nem voltunk teljesen egy, de ő akkor éppen 138 kilóval mérlegelt, és kiváló, ugye pozícionáltam, beállós volt, és fantasztikus. Hát én arra ember. Hiszem, nehéz volt fogni. Ketten-hárman azért ugye elfáradtak egy-egy meccs végére, a Karcsit megfogni. Karesz, Maros István volt világválogatott játékosunk, Vanyus Attila, a győriek mindenható legnagyobb vezetője, szerintem minden idők legnagyobb kézilabda vezetője volt Győrbe. Megkerestek egy ilyen beszélgetést. Először a Karcsi is annyit mondott, hogy haza kéne jönnöd. És én akkor azt hittem, hogy ez most ilyen tréfa, meg tudtam mindig, hogy zajlik az élet a szövetségben, hiszen mi ott a régi házban nagyon összetartottunk, nagyon sokat beszélgettünk egymással, segítettünk, hol valamilyen nyelven kellett valamit a másiknak segíteni. Ez még most a telexezés időszak. Ezt akartam mondani, hogy ahogy mondtad, még a röplabdás korszakban, ugye ott kinn a Népstadionnál ezek a picinke szobák, igen. és ott a folyosókon, hangyaként rohangáltak az emberek, igen, akár több sportágból kicsit megsimogatták egymás fejét, mert látták, hogy a másiknak is van valami probléma. Megváltozott azért a világ, mert most már elegánsabb irodákba ülnek az emberek. A kornak megfelelő, én úgy gondolom. Akkor azért annak is volt egy hangulata ott. Abszolút így volt, de amikor Buzek Laci, a Gronya egyszer a hosszú külföldi kintartózkodás után úgy gondolta magát, hogy berohan a szövetségbe, és emlékezett, hogy a teke mellett jobbra kell befordulni, és ő be is fordult rögtön. Tehát lépcsőn fel, teke szövetség, majd jobbra be, és szétfejelte az ajtófélfát, és hát elég szép kacifántos magyarsággal hozta, tudtunk rá, hogy megérkezett, de az épület is remegett, tehát kirohant mindenki. A sportlövők ott voltak a végén, a vívók, ötusázók, a szeli teniszezők. Hát ott mindenki szaladt, hogy most mi történt, de megnyugtattuk őket, hogy semmi, csak Gronya bejött. Gronya már jól van, az és épület volt egy kicsit rossz. Igen, hideg vízzel, jéggel, de tényleg ott voltunk, Parányi volt, de mindenhol lehet dolgozni, most is. Engem nem érdekelt sohasem az ilyen típusú külsőség. Mindig az érdekelt, hogy képesek-e vagyunk-e megcsinálni azt a munkát a mi kis csapatunkkal, ami aztán erősödött, hiszen a munka mindig több lett, a lehetőségeink is mondjuk növekedtek, nagyobb lett a nemzetközi lépték esetleg, és aztán így a egy emelettel lejjebb költöztem a kézilabdába. Ez nekem nagyon komoly, mondjuk azt, hogy lelkiválságot okozott, mert néhányan orroltak is rám, hogy most miért hagyom itt, mikor sikeresen megy a szövetség. És az millió, amikor mondjuk egy Lokmaier György vagy Gremminger János, tehát a Gremminger János, amikor azt mondta meg a Loksi, hogy azt hiszem most ez a szövetség, ha még eredményben messze nem is, de már működésében ott van az első 3-5 között, annál nagyobb dicséretre nem volt szükség. Tehát az megint egy évre vagy kettőre lelkesítette az embert, mert azért Gremminger János ott élt velünk, hihetetlen szigorral és keménységgel, viszont hallatlan nagy tudással, rengeteget tanultam tőle, tőlük, az említett alelnököktől, vagy a szövetségi vezetőktől, edzőinktől, Botos Feri, Kasziba, Sándor Peti korágám, akik mind-mind ott dolgoztak hangyaként rengeteget. Meg akit ma volunternek hívunk, ugye, az önkéntesek. Ez idős bácsik, Kis Lajos bácsi,
Zentai Otto, és a többiek. Mindenki tette a maga kis dolgát. De érdekes, de... hogy ez a többi sportágban is ott voltak ezek a nyugdíjas bácsik, akik kis jegyzetfüzetekkel és mindentől... kiákáltak ide-oda, megnézték igen. az utánpótlást, megnézték a nem tudom, micsoda, azt is felírták, hogy mikor jön a trolibusz. Mindent. Mindent tudtak tulajdonképpen. Igen, igen, együtt éltek a sportág minden napjával 24 órán keresztül. Nagyon sok hasznot hajtottak. Nekem sokan mondták az idősebbekre, mind a két nagy szövetségben, hogy Laci, az elsők között az lenne jó, ha ők azért kitolnád, mert te vagy az új főnök, te azt csinálsz, amit akarsz. Áldom az eszem, hogy nem hallgattam ilyen mélyen, és nem az volt a célom soha, hogy valakit elküldeni, mindig az volt a célom, hogy hogyan lehet jobban integrálni. És most is az a célom, hogy minél több olyan szemét hozzunk be a sportlövők szövetségébe, aki boldogan bejön, és egy két órát ott van a közegbe, mert a csapattagjának képzeli magát, és az is, és úgy tiszteljük, ugyanis csapattal mindig többet el lehet érni, mint amikor egyénileg valaki ott maga sztoriait, ügyeit intézi. Mindenhol van ilyen probléma, de az embernek az a funkciója, és egy főtitkárnak azt hiszem klasszikusan az is feladata, hogy ezt a csapatot jól tudja irányítani. Mindenkit kérni kell, mert hiszen jó szívvel segít, és megfelelően megbecsülni, ja, és a köszönöm szót nem illik elfelejteni ebben a munkában. Én nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ha valahol igazán fontos, az élet minden területén fontos, az a köszönöm. És én azt szoktam mondani, hogy ha azt mondom valakinek, hogy köszönöm, akkor az nem kerül pénzbe például. Viszont jól érzi magát tőle, mert valamiért megbecsülték a munkáját. Igen. Ne adj Isten, mondjuk az ember a főnök, és azt mondja, hogy ezt jól csináltad. És már boldogan megy haza az ember, és boldogabban eszi meg otthon a paprikás krumplit. Igen. Ma egy jó napon volt. Egyébként már előtted a poént, már sokan tudják, ugye a Sportlövő Szövetséget említetted, hiszen a kézilabda után ez következett. Gondolkodtam, hogy mi köti össze a kettőt azon kívül, hogy hát lőni kell mind a két helyen a lövés, de hát az egyiken kézzel, a másikon mindenféle vagy légpuskával, igen. vagy robbanó golyókkal. Igen. Tehát a lövés azért maradjunk abban, hogy ez nagyjából közös. Te még gondoltál annak idején arra, hogy akkor még sportlövő irányba is el fogsz indulni? Soha. És azt hittem, hogy nekem olyan ez nagyon neked egy jó izgalmas helyen. Terület volt először? Ez nagyon különleges, mert én nem voltam soha egyéni sportágnál, még Szászhalombattán sem, amikor mondjuk kézilabdáztam, de még mellette mondjuk a kosarasoknak a szakosztály vezetője is voltam. Már látták vagy közelről elnökségi mondjuk. Tag. Igen, játszottam is talán sok jó néhányakkal ellentétben. Az volt az érdekes ebben, hogy először soha nem gondoltam rá, hogy én nekem azt be kell fejezni, ilyen vagy amolyan valós vagy valótlan okoknál, hát a valótlan nyert mondjuk döntő fölénnyel 101-re körülbelül, és nagyon nehezen éltem meg, és nagyon beleszakadtam, és belehaltam, mondjuk azt inkább az a legjobb, és konkrétan úgy gondoltam, mi soha történt, többet nem amikor... Én sem tudom, hogy mi történt. Inkább amikor, az lenne amikor... jó, ha tudnám, hogy miért és mi történt, mert gyakorlatilag a kézilabda egy eszelősen fantasztikus pályát futott. Hát be elég sokat melóztunk rajta. Férfiak is feljöttek nagyon erősen. A férfiak visszajöttek a 86-os ezüst után, igen. egy picit visszafelé, mert már azért aláírnám az olimpiai negyedik helyet évtizedekre, amit még Szulba megszereztek, meg legutóbb, illetve már nem legutóbb, hanem 12-ben Londonban, de a női vonal az eszelősen haladt előre. Egyrészt az alapvetően köszönhető volt a klubok nagyon-nagyon kemény menedzselésének, és némi pénznek jó néhány helyen, amiből fantasztikusan jól tudtak prosperálni, mind európai, mind pedig világszinten. Ebből mi a válogatottra, mi a csövön kifért ráraktuk, vagy a válogatottakra. Aztán építettük visszafelé először a juniort, aztán az ifjúságit, aztán a serdülőt. És aztán volt olyan időszak, amikor 16 nemzeti válogatottunk volt, mert ugyanazt még megcsináltuk a strandkézilabdába is. Felnőtt, ifire. Hát ezt nagyon könnyű fejre tartani egy főtitkárnak egyébként. Hát igen, meg a játékosokat is jó ismerni, meg az edzőiket, meg együttműködni velük. Meg a rokonokat. Tehát ez, igen, ez egy embertelen nagy meló volt, és én azt hittem, hogy én úgy jól
vagyok ebbe a rendszerbe, és jó, mehet ez a dolog, engem nem zavartak, vagy minket nem zavart meg sohasem a kormányváltás így vagy úgy, mert mi azt a filozófiát vallottuk többen, hogy minden kormánnyal mindig kötelező kitűnően együtt dolgozni, és nincs mese. A legjobb hát különben mint tudjuk, nincs támogatás. Így van, de ennek nem semmiféle ilyen, nevezzük ilyen politikainak nevezett sallangnak, nem volt semmi köze hozzá, hanem azért volt, mert szakmailag kitűnően együtt tudtunk mindig, mindenkor működni, és én úgy gondoltam, hogy én ezt kell is, hogy így csináljam, mert semmilyen ilyen nem lehet. Talán volt, akinek furcsa volt, hogy 2010-ben én Százhalombattán elindultam egy ötös körzetbe a képviselőségért, amelyet 7 szavazattal sikeresen elbuktam, nem buktam, nem én nyertem, hanem egy nálam sokkal jobban hozzáértő ember, viszont a listán toronymagasan egy ilyen kis civil szervezettel bejutottunk, és hát polgármester úr már előtte egy fél évvel, 3-4 évvel mondta, hogy neki az a vágya, hogy jöjjek be, és akkor legyek én az alpolgármester, csak fogadjam el, mert itt tudom én, 2008-ban én lettem a város egy akkori díszpolgára, meg hogy nekik ez a sport, meg mennyi jó van, meg minden, meg segítsek vissza a városban, amit lehet, és ez nekem határozott tervem volt a 2000-es évek közepétől, hogy azért otthonra is minél többet adjak vissza, abból, amit én kaptam a mondjuk 33 éves koromig, amikor is bekerültem ilyen krisztusi kor környékén a röplabdába, és az azt is jelentette, hogy sokat voltam távol a várostól, a családomtól, és tudtam, hogy sokat kell majd visszafelé is adnom, és én ezt eldöntöttem. Én azt hiszem, hogy senkinek nem adottam meg se a lelkét, se a gondolatait, talán volt, akit megzavart a gondolat, de azóta is csinálom ezt az alpolgármesteri dolgot, mert nagyon élvezem, hogy sok embernek lehet benne segíteni, értelmes jó dolgokat lehet csinálni, akkor is, amikor valamiért kevesebb a pénz, már Százhalombatta vonatkozásában ezért nem kell bánkodnom. És azt hiszem, ez lehetett az oka a kérdésedre válaszolva, hogy valakit, vagy valakit ez zavarhatott, például, vagy arra a helyre tölt, ahol nem gondolt rá, hogy baromi sokat kell dolgozni. Én azt gondolom, hogy most már ezt hagyjuk, kár visszatekinteni, kár felkavarni az embernek saját magába is dolgokat, mert maximum olyan magyarázatokat tudunk találni, amit te elmondtál, hogy esetleg valakinek ez nem volt rokonszenves, hát akkor legyen vele boldog. De én úgy gondolom, hogy hát mindenképpen gratulálni kell neked utólag is ez a kvázi politikai irányba történő elmozduláshoz, ami én őszintén úgy gondolom, ismerve téged, hogy ez tényleg a szülőfölded, a szülővárosod iránti tennivágyás motiválja mindezt, és semmiféle ilyen politikai nyüzsgés, mert én nem így ismerlek téged. És azt hiszem, pont annak a városrésznek, vagy kis korábbi falucskának, ami a város mellett volt, annak vagy ott a nagy szószólója. Igen. És azt is megmondom őszintén, nem udvarlásképpen, hogyha én polgármester vagyok, akkor valószínűleg én is egy ilyen háromszoros főtitkárnak mondom azt, hogy figyelj, gyere már, nem érdekel, hogy egyébként mit gondolsz, hogy organizálni tudsz, meg szervezni tudsz, az egészen biztos. Mit tudsz tenni ott helyben a városnak az életéért? Hát azt hiszem, hogy elég sokat. Azok kívül, hogy most már valami sportlőklubot ott létre kéne. Megy, nagyon jó. Akkor meg kell erősíteni. Igen, kiemelt sportág. Én soha nem fogok elvtelenül ebben plusz segíteni, ugyanúgy, mint a kézilabdázóknak, vagy a labdarúgóknak, vagy a kosarasoknak, úszóknak, karatéseknek, kickboxosoknak. Szeretem, hogyha az ember hozzá tud ehhez valamit tenni. A financiális háttere változott a sportlövészetnek, és ugye ez mondjuk nem nevezhető látványsportágnak, ami hát igen, az utóbbi években itt nagyon sok pénz ömlött a magyar sportba, hol ez egy rendkívül jól használták, hol kevésbé. Igen, de önmagában maga a történet az nem kétséges, hogy hihetetlen jó a magyar sportnak. Azért nagyon jó, mert más dimenzióba tudnak kerülni azok a sportágak, akik ebből tudnak részesülni. Ugye ebben egy kiemelt ötös, nem sokára hatos fogat lesz, nagy örömöm,
ilyen szempontból is nagyon tisztességes iránynak tartom, hogy a röplabda is bekerül, mert hogy alapvetően a világon az egyik legnépszerűbb sportágról van szó. Tehát jó döntés lesz ez, hogy a hat sportág legyen így, a TAO sportágokat illetően. A 16, amely most jelenleg 16, nyilván a röpitől akkor még 15, ha csak nem kerül be valaki, kiemelt sportág is jobb pozícióba került. Van egy biztos, kiszámítható támogatottsága egyik oldalon, ami az éves költségvetést illeti, mint kiemelt sportágnak, a másik, mint sportági létesítmények fejlesztésében. Mi nagyon megbecsüljük ezt a támogatást, és döntően az utánpótlásra használjuk fel, döntően, illetve a felnőtt válogatott kerettagok versenyeztetésénél felszereléssel való ellátással, stb. Ez egy drága dolog ilyen ebben az összefüggésben. Ugyanakkor látható és érezhető eredményei vannak a szövetség 2013 óta tartó ez irányú törekvéseinek, és azt hiszem, hogy azzal, hogy két évente Európa bajnokságokat rendezünk, ez egy nagyon kemény, jó nehéz plusz munka, ugye itt a szponzorációt azért nem lehet úgy, mint egy labdajátéknál, mondjuk egy kézilabdánál megjelenteni, hiszen ott mérkőzések garmada van a tévé előtt. Jelzem, ami még 93-94-ben egyfajta csoda volt, hogy 6-8 meccs per év, az már a 2000-es évek elejére 72-re ugrott, tehát volt ebbe meló. A klubok részéről és a szövetség részéről, meg eredményesség, amiért nyilván érdeklődik, mert hogy nézetté válik a műsor. Nehéz megcsinálni ezt a sportlövészetben, kétségtelen, de nagyon újszerű dolgok kerültek be itt is, például a döntő, a 8-as döntők, vagy 6-os döntők, például koronglövészetben, ezek mind újszerűek és színesebbek. Ezek jól közvetíthetőek. Abszolút jól közvetíthető, és a nézőt kell jól kiszolgálni. Az egésznek az alfája és az omegája, azt gondolom, sportáktól függetlenül, hogy akkor is el kellett adni, amikor még nagyon nehéz volt a dolog. Trükköztünk is, hogy eladhatók legyünk, hiszen kellett az, hogy valaki ránk nézzen. Most is azt szeretnénk, hogy adjuk el a versenyzőt, nem szó szerinti eladással, mutassuk be. Ez egy nagyon jó lehetőség nekik is, és a szövetségnek vagy szövetségeknek is, hogy minél többet szerepeljenek a médiában, hiszen ez generálja azt, hogy valaki rád figyeljen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy extra eredmények vannak. Na most ezt a kettőt nem mindig lehet csak pénzben kiszámolni, ha ennyit belerakok, ez lesz az output, az egész, mert élet ez nem ilyen. Működik, de befektetett energiával sokkal, de sokkal többet meg lehet hozni, azt persze észszerűen kell megcsinálni, ja, és odarakni azt a pénzt, amit az államtól, a kormányzattól kapunk, ahova való. Nagyon egyszerű ám a trükk, oda kell rakni. Mindent. Ja, és ezen az asztalon. Vagy nem ezen, egy másikon. Ide. Ezt a kártyát föl kell rakni. Tehát nem úgy kell pókerezni az embernek, hogy alul, az ötlapost is, vagy a kettest, tehát az világos, hanem úgy kell pókerezni, hogy ez nem póker. Miközben pókerezünk azért, hogy minél jobbat tudjunk elérni hazai és nemzetközi viszonylatban. Mégiscsak itt nyílt lapok vannak azért. Abszolút. Ez a tisztább játék. Én szeretném neked megköszönni, hogy eljöttél, és a messzi 100 halombattáról ide kínlottad magad a budapesti csúcsforgalomba. Örülök, hogy itt vagy, és gyere máskor is. Örömmel. És egy nagyon könnyelmű ígéretet fogok tenni. Engem igenis érdekelnek a sportlövők, kikkel vagy körülvéve, kik azok, akikre tudunk számítani a jövő hazai és világversenyen, úgyhogy szeretettel és szívesen várjuk őket veled együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.